A Magyar Honvédség második Vattai Antal területvédelmi ezred alárendeltségébe tartozó 101-es Fekete Imre területvédelmi zászlóhajt tartalékos katonái látogattak a napokban a Munkácsy Mihály Múzeumba. A 12 főből álló csoporttal terrakotta hadsereg, az első császár üzenete című időszaki kiállítást tekinthették meg. A déli határszakaszon szolgálatot teljesítő katonák a délelőtt folyamán megismerhették az ókori Kína katonáit, fegyverzetét. Ugye ez egy utazó kiállítás, egy cseh cég segítségével jutott el Magyarországra ez a kiállítás. Ezek az eredeti tárgyaknak a másolata, élethű, anyaghű és mérethű másolatai. Ezek Kínában készültek, ugye ott a pandémia miatti lezárások, illetve a kínai állam védelme miatt több millió dollárba kerülne utaztatni az eredetiket, ezért elkészítették a másolatokat, és ezek járják körbe a világot, most éppen megálltak Békés Csabán is. Elhangzott, a mai napig folyik a kamrák és a Qin Shi Huangdi császár sírját őrző nagy domb feltárása. A kínai régészek nagy valószínűséggel arra várnak, hogy megszülessen a császár sírjának feltárásához szükséges technológia. Az első agyakkatonákat 1974-ben fedezték fel, melyek az első kínai császár sírját őrizték. Mára pedig már 8000 harcost, lovat és fegyverek tízezreit tárták fel.